magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával! És az Iron Mafia rendesen behangolt minket, megadta az alaphangulatot. Ugye elindult az élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ezúttal a Pinkers-szel. Hello, srácok! Hello, sziasztok! Látod oda, ami a stúdióban történik a Petőfi Rádió YouTube csatornáin, illetve Facebook oldalán, és a Pinkers tulajdonképpen nem is olyan rég járt itt a stúdióban, szűk egy hónapja, november 30-a, ha jól emlékszem, igen, az volt a dátum. Akkor volt tulajdonképpen az első debütáló megjelenésetek itt elsőként a Petőfi Rádióban, aztán utána az A38 hajón. Na, meséljetek, hogy sikerült a koncert? Hát nagyon élveztük, egyébként tökéletesen sikerült szerintem, egész sokan eljöttek, és... Konkrétan teltházat csináltunk. Milyen? Kicsit másképp fogalmaztak. Elég sokan eljöttek, teltház volt. Aki kimaradt, azt most bepottolhatja a bulit. Na hát akkor ezt nagyon jól alakult. Igen, szuperül sikerült. És ahogy megjósoltad, a visszát játszottuk a ráadás számként, és azt most első számként hoztuk el. Jó, de azért nem mondta, hogy az én kérésemre volt az utolsó dal. Nyilván ti is így terveztétek, hiszen adja a címe magát. Igen, igazából csak. De ez jó buli befejező, abszolút, mert egy tényleg egy nagyon húzós dal, és kicsit azt érzi az ember, hogy na, ne már, nehogy már most legyen vége, most pont ebben a pillanatban, amikor a buli a tetőfokára hág. Igen, és annak ellenére, hogy első koncert volt, már az utolsó számnál üvöltötte a közönség, úgyhogy nagyon nagy volt a boldogság. Na, hát akkor szépen zárjátok ezt az évet, azt gondolom. Jó. Jó emlékekkel, jó élményekkel, és... Már vannak ugye új dalok, ezekből hoztatok, van egy új karácsonyi dal, úgy tudom, hogy az annyira új, hogy tegnap készült el. Gyakorlatilag tegnap előtt próbáltuk először. Múlt héten végig beteg voltam, és lázasan írtam meg azt a dalt, én majdnem lefordultam a számítógép előtt, de akkor is meg akartam írni. Igazából az volt, hogy megkerestetek, hogy van-e egy esetleg karácsonyi számunk, hogy akarunk eljönni még, és ennek hatására írtam meg a dalt. Mennyi idő alatt sikerült? Hát így körülbelül betege. 2 nap alatt született meg a teljes hangszereléssel együtt, és akkor még a szöveg az egy-két nap volt, tehát 4 nap alatt lett meg a dal. Karácsonyi dalt azért nem hiszem, hogy olyan egyszerű írni, vagy mégis? Nem. Rengeteg klisé van ugye, amit eddig egy kis száncsengő, meg mindenfélét el lehet benne lőni, az oké, de hát pont igen, a talajon. Igen, sikerült is ellenni. Sikerült? Muszáj volt egy-két klisével élni. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy zeneileg, hát nyilván nem egy lassú dal lesz, gondolva legalábbis, lehet, vagy hogy lehet, hogy az? Meglepetéseket tartogat. Ja, na, egyre izgalmasabb. Jó, hát kezdjünk vele, akkor most tulajdonképpen visszafelé haladunk, mert ugye visszával kezdtek most, igen, de ez tényleg egy nagyon jó dal, úgyhogy aki a múltkor lemaradt, az bátran hangosíthat, aki pedig itt volt a múltkor, az most újra átélheti azt, ami közel egy hónapja történt itt a Petőfi Rádió zenei stúdiójában. Élőben tehát ismét a Pinkers, és jön a Vissza című daluk, figyelj! Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádió. Minden, úgy hittem szerte foszlott. Az összes ajtót bezártam már, s elloptam a kulcsot. Most nem tudom merre, vagy kivel, hogyan lehetne megváltani újra a világot nevetve, hogy síva, mert még most is téged látlak benne. De vissza, nem megyek többé vissza, nem megyek többé, mintha eltévedtem volna, s már semmi sem fogna vissza. Nem megyek többé vissza, nem megyek többé, mintha eltévedtem volna, s már semmi sem fogna vissza. Szívemet lefőzöm, s felódódik rögtön a tegnapon a száradt fröccsön. Ránézek az égre, a végtelen sötétre, vagy a legfényesebb pontra, a sarki kocs mazsongja, a fejemben a mondatot, mi útnak indítod ma. De vissza! Nem megyek többé vissza, nem megyek többé, mintha eltévedtem volna, s már semmi sem fogna vissza. Nem megyek többé vissza, nem
kávé, mintha eltévedtem volna, s már semmi sem fogna. Vissza, nem megyek többé vissza, mintha eltévedtem volna, s már semmi sem fogna. Vissza, nem megyek többé, nem megyek többé, mintha eltévedtem volna, s már semmi sem fogna. Vissza. Már semmi sem fogna vissza. Vissza. Már semmi sem fogna. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban. Vidám hangulatban a Pinkers, akiket láthatsz is a Petőfi Rádió YouTube csatornáin, illetve Facebook oldalán. És ugye az első dala Vissza volt, amivel kapcsolatban egy kicsit visszautalunk, hogy ez nem sokára hivatalosan is megjelenik, ugye? Így van, ez pénteken fog megjelenni, 22-én. És most már itt vagyunk az utolsó hajrában, talán beszéltük a múltkor, ha jól emlékszem, feldobtam a közös karácsonyozás ötletét, hogy álltok? Kiválasztottátok már, hogy kinek mi lesz az ajándék? Húztatok is kalapból? Hát, a neveket? Ha, persze. De hogy álltok egyébként így tényleg pár nappal karácsony előtt? Hát a közös karácsonyozásról volt szó egyébként, vagy legalábbis, hogy valakinél egy kicsit így összegyűlünk, és így ünnepelünk. Aztán érdeklődés hiányában elmarad, vagy mi lesz? Valahogy megoldjuk, de most még egy kicsit szanaszéjjel vagyunk. Ez az évvégi ilyen futkározás, az mindenkinél még így ott van. Nekem még a karácsonyra nem is tudtam igazán készülni, de majd holnaptól. Hát a férfiak többsége azért így csinálja, nem, hogy csak így megérkezik karácsonyra. Jobb esetben sütnek, főznek és besegítenek. Fát farangnak, ilyesmi. Én amúgy sütit szeretek sütni. Ezért az egyik tanárom még, amikor tanultam zongorázni, azt mondta, hogy mi vagy te, egy nagymama vagy? Mondom, hogy hát most én nem örülsz, hogy hoztam sütit. Egyébként beigliből melyik a kedvenc? Hogy szeretitek a beiglit? Mindenhogy. Mindenhogy? Boti, Domi. Van olyan, hogy fahéjas beigli? Amúgy én mézes kalácsos vagyok inkább. Aha, fahéjas beigli, hát ilyenről még nem hallottam, viszont 2-3 óra között majd a beiglikről fogunk beszélgetni. Most már rengetegféle változat van, kókuszostól kezdve tényleg már szerintem bőségzavara. Nekem amúgy a gesztenyés, rájöttem közben. Van olyan, hogy gesztenyés beigli, és imádom. És az örök kérdés, beigli vagy nem beigli, mazsola vagy mazsola nélkül? Mazsola nélkül. Ez a csapat a mazsola nélküli velem együtt. Én édesapám zserbójára esküszöm. És oké, a zserbó sok dióval, de akkor mondjuk egy diós beigli, az nem inkább a zserbó? Valamiért én nem kedvelem a beiglit. Így alakult. Ott az ajtó. Azt hiszem, hogy ebben az adásban is sikerült mondanom valami olyat, ami okot ad a csapatnak arra, hogy kitegyenek. Igen, múltkor is mondtam valamit. Igen, te ilyen különleges, hogy itt felvált szakszofonnal, a többiek meg hozzák a jól megszokott hangszereket. Na jó, viccet félretéve, egy fontos hír így az utollévőknek, vagy hát kérdés. Kérdezném, jött az SMS-ezőnktől a kérdés, kérdezném a ködlámpát használóktól, hogy mennyivel látnak jobban így, hogy felkapcsolták, illetve mikor tervezik lekapcsolni. Hát igen, az is egy komoly témára adna okot szerintem ez a ködlámpa használat, vagy ugye mondjuk el hivatalosan ködzáró fény, benne van a nevében is, tehát hogyha nem indokolt, hogy használjuk, akkor igen, azt le kéne kapcsolni, hiszen kisüti az ember szemét adott esetben, hogyha a látási viszonyok nem annyira rosszak, hogy ezt használni kellene, úgyhogy erre tessék tényleg odafigyelni, mert nagyon-nagyon zavaró tud lenni. Ti szoktatok ködzáró fényt használni indokolatlan esetben? Ne. Nekem olyan régi a kocsim, hogy nincs is. Sőt, most nem is megy. Oh. Na jó, erre tényleg nagyon tessék odafigyelni, jó, és rendeltetésszerűen használni. 0-30-30-30-380, ez továbbra is az elérhetőségünk, az SMS számunk. És akkor egy kicsit tovább hangolódva a karácsonyra jön most egy feldolgozás. Ez igen. Mi is pontosan? Domi, beszélj erről. Az az igazság, hogy ezt a merényletet én követtem el a srácokkal szemben. Ugye szóba került az, hogy kellene még karácsonyi dalokat játszani, de hát az Edinek nem volt ideje kettőt is írni. Úgyhogy arra jutottunk, hogy csinálunk egy feldolgozást, és van egy film, az Igazából szerelem, ami nekünk otthon a családdal egy ilyen
kvázi már rutin, hogy minden évben 23-án... Ez olyan, mint a reszkésetekben tényleg, nem? Ez nem marad ki a karácsonyban. Közösen, és akkor közben lemegy ez a film, meg a Róma és Júlia. És ez kettő alatt feldíszítődik a fa. És szerintem ezt elég sokan látták, meg biztosan ismerik sokan a Christmas is All Around című dalt belőle, és feldobtam az ötletet a srácoknak, és beleegyeztetek. Igen, és egy ilyen 80-as évek világát próbáltam ezzel hozni, egy kicsit így átdolgoztuk 80-as évekre, de modern 80-as évek, majd meglátjátok, vagy halljátok. Mondja ezt, aki még 18 sincs, de jó, megkíváncsi. Na, izgi lesz szerintem, titeket ismerő, úgyhogy jöjjön tehát a Pinkers és egy feldolgozása a Christmas is All Around élőben. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. I feel it in my finger, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. Christmas, come on and let it snow. You know I love Christmas, I always will. My mind's made up the way that I feel. There's no beginning, there will be no end. 'Cause on Christmas, you can depend. Your presents to me, and I give mine to you. I give mine to you. I need Santa beside me in everything I do. Ooh. You know I love Christmas, I always will. My mind's made up the way that I feel. On Christmas, you can deepen. Koncert Mák Katával. A stúdióban a Pinkers, és Bebe írt újra, mondd már ki, Kata. Szia, Kata, szeretem ezt a rovatot, mert így közelebbről meg tudjuk ismerni az előadókat, zenekarokat, csak így tovább. Köszönjük, hát igyekszünk, igen, és reméljük, hogy azért többnyire ilyen jó hangulatot is sikerül árasztani, és feldobni az unalmas hétköznapokat. Na hát a Pinkers ugye itt van, hamarosan jön egy új karácsonyi dal a srácoktól, ami 4 nap alatt így egyszer csak kigurult, a betegség kihozta ezt a dalt. Egyébként meggyógyultál? Hát fogjuk rá, igen. Mondjuk azt, hogy igen, hivatalosan. Szeretném maradni, látom. Oké. Okay. A múltkor is előadtatok egy dalt, a Napsüssön ki címmel. Hát most
Reméljük lesz benne erő, bár nem sok kilátást látok, hogy kisüssön a napot. Második próbálkozás. Egyébként megnéztem az előrejelzést, hát fehér karácsonyunk nagy valószínűséggel nem lesz, sőt, inkább már ilyen tavasziasba fog átcsapni az időjárás. 10 fok fölötti értékeket mutatnak egyelőre, de hát messze van az még, én azt mondom. Egyébként jön egy kis meleg front majd csütörtökön, jó, zárójel bezárva. Szóval, hogy lehet, hogy most eléneklitek, és akkor karácsonyra megérkezik ez a napsütés. Lehetséges. Nekem nem lenne az ellenemre. Mehetünk? Belecsapatunk? Annyit el akarok mondani, hogy ez a szám jövő hét pénteken fog megjelenni. Oké, szuper. Előtte pedig itt a Petőfi Rádióban élőben a Pinkhurst-tal. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. Eltakarják a napot, mégis úgy érzem, kicsit maradok. Rád gondolok a kopaszigátra, hajad ázott fő illatára. Napval, éjjel, mit kezdjek a nő személyem? Új csizmában táncolnék fel a sárteng, minden fesztiválon napdolj, megismertelek a napsősöngi. Én csak arra új csizmában táncolnék fel a sárteng, közepén egy fesztiválon napdolj, megismertelek a napsősöngi. Én csak arra vágyom. Visszatekerném az édes perceget, de távol vagy, és már nem lehet. Elindultam egy állomásra, odaérek talán éjszakjára, a kabinom tele, még a szívem megtöltetett. Csizmában táncolnék bele sártenget, közepén egy fesztiválon dantolj, megismertelek a napsősönki. Én csak arra, csizmában táncolnék bele sártenget, közepén egy fesztiválon dantolj, ó, a napsősön ki, én csak arra vágyom. Sárteng, közepén egy fesztiválon napdaj, megismertelen a napsősön. Én csak arra kuncsizmában táncolnék vele, sárteng, közepén egy fesztiválon napdaj, oh, a napsősön ki. Én csak arra a napsősön ki. Én csak arra a napsősön ki. Én csak arra vágyom. Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban a Pinkers, azaz Ádám Boton, Berko Domokos, Takács Balázs, Pink Edward és Berci Benyámin, és ahogy látom, a szaxofont felváltotta a klarinét. Jön ugyanis egy vadonatúj karácsonyi dal a srácoktól, ami tulajdonképpen most lett véglegesítve, 4 nap alatt készült el úgy összességében. Mi volt a nehezebb, a dallam, a szöveg, vagy maga a címválasztás? A cím. Nagyjából egy fél napig ötletelkedtünk, és így lett a dal címe Fenyőfunk. Nagyon ötletes. És hát a dalnak az első feléről elárulhatok annyit, egy kicsit olyan filmzenés, aztán nem akarom lelőni, hogy milyen a másik fele, azt majd meghallják a hallgatók, és emiatt is került bele a dalba egy klarinét, mert talán a filmzenéhez ez így jobban passzol. És a dalszöveget pedig Lukács Lilla írta, a barátnőm, úgyhogy üdvözöljük innen a rádióból. Na hát kíváncsian várjuk, hogy szól ez a dal, és húzzuk tovább az időt, jön tehát a Fenyő Funk a Pinkers-től élőben. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Thank you.
szánt vezette, őrülten hajtott a postában, még önnég jár, és itt hagyott, de látom a gangon már nem maradt hely, csillog rajtad a sok hópehely. Nem maradj távol a fától az Instán, minden második poszt egy jászol, szememen színes fátyol, látom idén is lépi a haját a ház. Lángban vagyis lázban, a gázban szólnak, tegyél egy kis zenét, mindenki megtalálja az enyét. Az összes webshop nekem puncsol, a szomszéd elászott a puncstól, ha mindenki ír, ha mélyben pacsol, megtől a fenyőnk a gyerek puncstól. Az összes webshop nekem puncsol, a szomszéd elázott a puncstól, ha mindenki ír, amibe pancsol, te is pancsol, bébe, pancsolj, hát. Az ágait fáznak a karjaimban, teljes a káosz a nappalinkban. Vágyom rád arra, hogy velünk maradj, pedig magas, szúrós és faragatlan vagy. Nem maradj távol a fától az Instán, minden második poszt egy jászol, szememben színes fátyol, látom idén is lépi a haját a ház. Lángban vagyis lázban, ha gázban szólnak, tegyél egy kis zenét, mindenki megtalálja az enyét. Az összes webshop nekem puncsol, a szomszéd elázott a puncstól, ma mindenki jön a mélyben pancsol, megtölt a fenyőnk a gyerek puncstól. Az összes webshop nekem puncsol, a szomszéd elázott a puncstól, ha mindenki jön, amibe pancsol, te is pancsol, baby, baby, baby. Ho, ho, ho. Merry Christmas, baby. Az összes webshop nekem puncsol, a szomszéd elázott a puncstól, ha mindenki jön, amibe pancsol, te is pancsol, baby, pancsol, hát. Hajrá, magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban a Pinkers élőben, azaz Ádám Boton, Berko Domonkos, Takács Balázs, Pink Edvárt és Berci Benyámin a doboknál ott hátul. Hello, látlak ám? Néha. Te is láthatod, ami a stúdióban történik a Petőfi Rádió YouTube csatornáin, illetve Facebook oldalán. És hát a fiúk nemrég voltak itt nálunk, idebütált tulajdonképpen jó pár daluk, meg ők maguk is Pinkers néven a Petőfi Rádióban még november utolsó napjaiban, aztán jött egy A38-as teltház koncert, ami az ezúton is még egyszer gratulálok nektek, és lassan vége az évnek, de még kisajtoltatok magatokból tulajdonképpen egy karácsonyi dalt, ami nagyon jó kis vidám hangulatú lett, ezt hallottuk az elmúlt percekben, és akkor még van mit aprítani 2023-ba? Mi lesz az elkövetkező napokban? 2023-ban? Uh-huh. Hát, nem tudom. Pihenés. Pihenés, most már jön egy kis lehet, pihenés? Egy kicsit pihenünk. Vagy Domi? Én vizsgázom. Sikerült megint valamit. Igen, most meg az utolsó mondom, zéhákat. Ő a különc a csapatban, látszik. Igen, most már több vízben. És 2024, mik a tervek? Hát szervezni sok-sok koncertet, és mindenhol megmutatni magunkat, ahol csak tudjuk. Kihozzuk az összes dalainkat, ezt akartam ott is elmondani. De szerintem mindig elveszed a lehetőséget. Most akkor, igen, engedjünk teret Botina. Boti, 2024, hogy látod? Ugyanígy. Ilyen fogadalmak, így külön-külön szoktatok ilyeneket tenni? Évelején, vagy évvégén, vagy bármikor, így évközben, amit aztán meg lehet szegni? Én például mindig megeszem a lencsét, ez nem egy fogadalom, de... Még sose segítem. Te is sose segíted? Nem. Fiatal vagy még, figyelj, előtted az élet. Ja, csak jól laktam is. Az is valami, figyelj, az is sokat számít. De hát szerintem elindultatok most egy nagyon jó úton, úgyhogy innentől kezdve kilövés szerintem a pályán, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szorítok nektek. És hallatunk még tőletek egy dalt, egy újdonságot. Na, Boti, itt van a te szereped, most újra látom. Akkor? Igen. Hát...
a magam részéről ezt úgy tudom elmondani, hogy nyáron stúdiózott a csapat, és haladni kellett volna a zenékkel, de az egyikhez nem volt szöveg, úgyhogy Eli átküldött egy alapot, én pedig egyik este elkezdtem rajta filózni, hogy mit kéne hozzáírni, dallamot, szöveget, és így szerintem egy ilyen 15 perc alatt kicsúszott belőlem. De figyelj, ha nektek ez ilyen könnyen megy, így kicsúsznak a dalok, a dallamok, meg a történetek. Hát ezt pont elkaptuk. Ja, pont. Jó volt a csillagállás, és miről szól? Hát valójában egy hármasról szól. Na, kinek az életét írtad meg, mesélj. Jövőre ennyi nem vagy, jövőre. Hát kinek mi? Nem, egy picit ez ilyen nagyképű, meg picit ripacskodós zene. Mm. Amúgy szerelmi nem ilyen vagyok, csak ez így jött ki belőlem. Nézem közben most a többiek arcát. Hát igen, vigyázz, mit mondasz. Szóval ez egy ilyen szerelmi háromszögről szólt tulajdonképpen? Jól értelmezem? Olyasmi. Hallgassuk inkább meg. Jó, oké. Ti a túloldalt. Tali a túl. Aha, jó. Okay. Ez egy szláng, amit mi se értettünk, de Boti felvilágosított minket. Úgy néz ki, most ez megy a fiataloknál. Igen. Jó, tehát ti a túloldalt, élőben a Pinkers Talit a Petőfi Rádióban. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Magamat egészben, egy kicsi szétesésben, de lényeg, hogy jól vagyok most már. A fejem bevertem az égbe, most nem látom csak kéket, meg néhány rózsaszín foszlányt. Az idő leül most a székbe, mi kibeszélünk téged, meg azt a bizsajú rosszlányt. A szívem nem adom egészben, csak tépítek-e félbe, aztán indulhat a botrány. Felett várom, hárman az ágyon, kiszúlok bárhonnan. Hiába vártok, messziről láttok, majd ti a túloldat. Felett várom, hárman az ágyon, kiszúlok bárhonnan. Hiába vártok, messziről láttok, majd ti a túloldat. Lassan elúszik a pénzem, de nem tarthatom vízben, mert végre nem számít a Della. Téged felírunk a stage-be, de nem azért, mert szép vagy, hanem mert durvára a flagma. Nektek dupla viszki jéggel, én fedelem a jéget. Kicsit húzzuk meg a tempót, ha belassul az ütem végre, majd rád kacsintok, baby, aztán lépjünk, na let's go. Felett várom, hárman az ágyon, kiszúlok bárhonnan. Hiába vártok, messziről láttok, majd ti a túloldat. Felett várom, hárman az ágyon, kiszúlok bárhonnan. Hiába vártok, messziről láttok, majd ti a túloldat. Várom, hárman az ágyon, kiszúlok bárhonnan, hiába vártok.